Sziasztok! Elérkeztünk a 2010-es világbajnoksághoz, amely egy egészen különleges VB volt. Nagyon emlékezetes maradt a hangulatról, illetve a bombagólokról is. Ez nem más volt, mint az első Afrikában rendezett világbajnokság, a 2010-es dél-afrikai torna. Sajnos a magyar válogatottnak most sem sikerült kvalifikálnia magát erre az eseményre. A dánok, a portugálok és a svédek is megelőztek minket. A tornanyitó mérkőzését a házigazda Dél-Afrika, illetve Mexikó vívta egymással. A dél-afrikaiak egy nagyon emlékezetes góllal szerezték meg a vezetést, Tshabalala gólja végül egy pontot ért Mexikó ellen, ugye a házigazda dél-afrikai válogatott ponttal indította a világbajnokságot. Voltak még izgalmas és érdekes mérkőzések a csoportkörben, a címvédő olaszok például rögtön botlottak Paraguay ellen, míg a brazilok 2-1-re legyőzték Észak-Koreát, azt az Észak-Koreát, amely másodszor vett részt a világbajnokságon, a spanyolok pedig Európa bajnokként vereséget szenvedtek Svájctól a nyitó fordulóban. Ezt követően az uruguayiak 3-0-ra legyőzték Dél-Afrikát a második csoportfordulóban, a franciák pedig 2-0-ra kikaptak a mexikóiaktól az A csoportban az Uruguay elleni 0-0 után. Meglepetésre a németek is vereséget szenvedtek a szerbektől. Olaszország ismételten botlott, ezúttal Új-Zéland ellen játszott egy-egyet az olasz csapat, míg a portugálok kiütötték Észak-Koreát 7-0-ra. A spanyol válogatott ezután javított Honduras ellen és 2-0-ás győzelmet aratott, ezzel viszonylag megőrizte továbbítási esélyeit, a franciák pedig búcsúztak, miután a házigazda Dél-Afrikától 2-1-re kikaptak. Argentína Görögország ellen is tudott nyerni, így továbbított, míg a címvédő Olaszország két döntetlen után 3-2-re kikapott Szlovákiától, a szlovákok így bejutottak a VB 8-ad döntőjébe, Spanyolország pedig Chile ellen tudta kiharcolni a továbbjutást. Összességében Uruguay és Mexikó, valamint Argentína és Dél-Korea lépett tovább, a franciák kiestek, az Egyesült Államok, valamint Anglia is továbbított a VB újonc, Szlovénia és Algéria azonban kiesett. Szerbia németek legyőzésének ellenére kiesett csoportutolsóként, de továbbított Németország és Gána, Hollandia, valamint Japán szintén bejutott a 8-ad döntőbe. Olaszország meglepetés a csoportja utolsó helyén végzett Paraguay, Szlovákia, valamint Új-Zéland mögött, a brazilok és a portugálok továbbítottak, Spanyolország, valamint Chile szintén. Az uruguayi válogatott a 8-ad döntőkben 2-1-re kiejtette a dél-koreaiakat. Az Egyesült Államok vereséget szenvedett Gánától, így Gána bejutott a negyed döntőbe. A németek 4-1-re kiütötték az angolokat, emlékezetes maradt Frank Lampard meg nem adott gólja, amely egyértelműen a gólvonal mögött pattant le, viszont mégsem adta meg a játékvezető. Argentína 3-1-re legyőzte Mexikót, így szintén kvalifikálta magát a legjobb 8 közé, míg a hollandok búcsúztatták a szlovákokat. Brazília simán 3-0-ra legyőzte Chilét a dél-amerikai 8-ad döntőben, míg Paraguay tovább menetelt a világbajnokságon, hiszen a japán elleni 0-0-át követően megnyerte a büntetőpárbajt és bejutott a világbajnokság negyed döntőjébe. Rendeztek egyébként spanyol-portugál szuperrangadót is a világbajnokságon, és Spanyolországnak sikerült kiharcolni a továbbítást, és ezzel bejutott a spanyol csapat is a negyed döntőbe. A holland válogatott kezdte a negyed döntők sorát, és 2-1-re legyőzte Hollandia Brazíliát, így kiesett az ötszörös világbajnok. Az Uruguay-Gána mérkőzés átment gyakorlatilag egy klasszikussá, két bombagól Muntaritól és Forlántól, aztán jött az a bizonyos Suárez kezezés, Suárez kézzel védett a hosszabbítás utolsó perceiben, és az ezt követő büntetőt Gána elhibázta, és ezt végül a sors fintora, 11-es párbajban Uruguay kiejtette Gánát, így nem lett meg az első afrikai elődöntős a VB-n. Az argentin-német rangadót nagyon simán Németország 4-0-ás győzelemmel behúzta Diego Maradona által irányított Argentína ellen, míg a spanyol válogatott Paraguay ellen egy eléggé szűk győzelmet aratott, de ez így is elég volt egy VB elődöntőhöz. Az Uruguay-Hollandia mérkőzés is igen emlékezetes maradt, között Van Bronckhorst bombagolt lőtt, így végül 3-2-re győzött Hollandia Uruguay ellen. A másik elődöntőben pedig egy pulyolfejessel Spanyolország legyőzte Németországot és bejutott a világbajnokság döntőjébe. A bronzmérkőzésen Uruguay Németországgal találkozott, egy gólgazdag mérkőzésen végül a németeké lett a bronz, és jöhetett a Spanyolország-Hollandia döntő, ahol Andrés Iniesta hajrábeli góljával Spanyolország győzött, így Hollandia harmadik világbajnoki döntőjét is elbukta, Spanyolország pedig története során először lett világbajnok, azok után, hogy 2 évvel a VB-t megelőzően megnyerte az Európa-bajnokságot is.